Új burkolat, festés, fűtéskorszerűsítés. Tiszakarádon az önkormányzat épületének belső terei újulnak meg. Ez a felújítás szükséges, hogy az ott dolgozók jobb munkakörülmények között tudjanak dolgozni. A belső terek egy pályázat segítségével újulhatnak meg, összesen 40 millió forintból. A munkálatok folyamatosan zajlanak. Hát a felújítás szükségessége, ugye, amikor megépült maga az önkormányzat, ugye azóta felújítás ebben nem történt. És ugye most, hogy pályázati lehetőség volt rá, megnyerte az önkormányzat a pályázatot, és így a teljes felújítását megcsináljuk most az önkormányzatnak. Hát legyen új most már, ugye 21. században vagyunk. A településen több beruházás is zajlik, így az ott élők számára több lehetőséget tud majd nyújtani az önkormányzat. Ez a BMS pályázat, sőt vannak több pályázataink is, ami több funkciós VP-s pályázat, vidékfejlesztési pályázat, van falu, Magyar Falu programban lévő pályázatunk is, hogy egymást fogják érni most a pályázatok. Az önkormányzat ez 40 milliós felújítás belülről, és a külseje az tavaly volt meg, a tavaly a szintén 44 milliós felújítása volt a külső felújítása is. Az épület egész belső területe megújul, ez pedig több lépésből áll. A fűtési rendszert is megújították, korszerűsítették. A belső felújítás ugye jár, ami laminált padló, új laminált padló burkolat fog menni azokra a helyiségekre, ahol ugye parketta volt eddig. A folyosókra pedig ugye járólap, az is a mostan új modern járólapok, a fal is ugyanúgy a ajtó magasságáig csempézve lesz végig mindenütt. A mosdók is mindenütt teljes felújítást kapnak, meg raktárak is, WC-k mindenütt teljes felújítást kapnak. A felújítási munkálatok várhatóan még ősszel befejeződnek.